Egyébként nagyon szép az elhagyatott rét. Finoman borzolja a szél a harmatos füvet, színes lepkék kergetőznek az ébredező virágok körül. Na, ez a reggel nem ilyen reggel volt. A láthatatlan rét. Ez meg mi? Hová tűnt a rét? Hová tűnt a kedves kupacunk? Fityérc nem látott semmit, akárhogy merezgette is a szemét. Megnézem, mi történhetett, gondolta. Milyen nedves ez a semmi? Ha semmi nincs meg, én hogy meg vagyok? Ki az? Fityérc vagyok. Ez biztos? Tényleg te vagy az? Te és itt vagy, pofánka. Nem is értem, mi történt. Reggel arra ébredtem, hogy rajtam és a kufli üregemen kívül minden, de minden eltűnt. Én is pont így jártam. Lehet, hogy egy mindenevő járt erre felé. Majd talán egy óriási radír tüntette el a rétet. Az csak akkor történhetne meg, hogyha itt minden rajzolva lenne. Gyere, nézzünk körül, hát ha találkozunk még valakivel. Egymás kezét fogva elindultak, ám néhány lépés után valami ijesztő dologra lettek figyelmesek. Ez meg mi lehet? Talán egy bika? Hogy kerülne a semmi közepére pont egy bika? Például eltévedt. A bika ekkor megmozdult és elindult felé. Nyomás innen! Ti vagytok azok. Csak zödön! Mit keres a hátadon az a ruhafogas? Gondoltam, jobb, ha van vele valami ijesztő, ha útra kelek ebben az izében. És kit akarsz megijeszteni vele? Néhány vadonkószáló nagy kabátot? Ne felejtsd el, hogy minket is megijesztett. Éhes vagyok. Szeretnék végre reggelizni. Ha minden eltűnt, akkor eltűnt a reggelid is. Két űrlény! Balér és Titus? Ti meg hogy néztek ki? Miért öltözik? Arra az esetre, ha megjönnék valaminek. A dudálás az én ötletem volt. Így már messziről hallani, hogy jövünk. De így nem tudjátok, minek mentek neki. Teljesen mindegy. Úgyis minden eltűnt. Nem hiszem. Szerintem minden itt van, csak nem látszik. Hogy nem látszik? Szerintem a tejszíntől. Egy repülőcsészéből leöntötték tejszínnel a rétet. Ezért lett minden csupa fehér. Én szívesen leszem azt a sok tejszínt a rétről. Majd Titus keres neked hozzá egy repülő evőkanalat. Hey! Dobálózni nem ér. Majdnem átaláltatok a kalapomat. Ilyen ködben nem tanácsos vödröket haigálni. Ködben? Abban hát. Nem látod? A felhők lefeküdtek pihenni a rétre, nyilván elfáradtak. Akkor most benne vagyunk egy felhőben. Szóval ezért nem látunk semmit. És nem lehet valahogy felébreszteni őket? Dehogy nem. Megvarhatjátok, amíg a nap felcsiklandozza őket a sugaraival. Vagy ébresztődalt énekeltek nekik. Ki tud egy jó ébresztődal? Én azt hiszem, hogy tudok egyet. Jó reggel! Jövövölt a kakas! Tolla tépet! A hangja maga! Jó reggel! Helben a gerle! El is lesz majd te fenekelve! Jó reggel! Brumm maga medve! Kár, hogy nincsen! Berekedve! Jó reggel, tátunk a csuka! Némán beszél, jaj, de fura! Jó reggel, tűnjük a róka! Miért nincs neki takarója? Jó reggel, süvölt a láma! Nem is alszol többet, mamma! Úgy látszik, ez a kornyikálás tényleg felébreszti a felhőket. Elégedetten látták, hogy kezd felszállni a köd.
A fehérségből lassanként előtűnt a zöldellő kuflikupac. Mi ez a rémes óbégatás? Ébresztőd el a felhők számára. Mert hét alvó kufliknak. Miért? Lemaradtam valamiről. Nem láthattad a láthatatlan rétet. Sajnálhatod. A felhők közben felemelkedtek az égre. Gyertek máskor is. Kiáltott utánuk Hilda, aki sajnálta, hogy kimaradt a kalandból. De csak is reggeli után. Erről a többieknek is eszükbe jutott, hogy milyen éhesek. Odaintegettek a távolodó felhőknek, aztán gyorsan hazaszögtécseltek, hogy ők is keressenek maguknak valami harapnivalót. A kuflik és a szélposta. Egy őszi éjszakán nagy szél süvített át az elhanyatott réten. Ó, jaj, mi történt itt tegnap óta? Mindenfelé csupaszon meredeznek a bokrok ágai. Nézett körül másnap reggel Pofánka a kufli kupac magasából. Lomptalanítás volt! Mondta Béla bá. Az őszi szél járt erre, és lefújta róluk a leveleket. Szemtelenség! Megyek és visszavarrom őket a helyükre! Kiáltotta Pofánka mérgesen. Én is megyek! Csatlakozott hozzá Hilda. Olyan szomorúan néz így ki az elhagyatott rét. Valahogy olyan elhagyatottan, bolintott Fityirc, és ő is Hilda után szögtécselt. Addig mi talán társasozhatnánk egyet, fordult Titus a többiekhez. Így is tettek. Hogyan kezdjünk hozzá? Nézett körbe Pofánka. Szerintem mindegyikünk válasszon magának egy-egy bokrot, javasolta Hilda. Azzal előhalászta zsebéből a zsebvarró készletét. Azzal varrogatni kezdtek. Pofánka egy medvebimbó bokrot nézett ki magának, Hilda egy közeli vattabogyó bokorhoz szögdécselt oda. Mostanában könnyen avarba jövök. Fityircnek pedig némi tépelődés után egy gírbe-gurba törzsű tyúkfog bokorra esett a választása. Nem volt könnyű munka, mert sokat kellett hozzá hajolgatni, meg persze nyújtózkodni, amikor a felső ágakra kellett felvarni a leveleket. Ki hitte volna, hogy ennyi levél van egy bokron? Sóhajtott a Pofánka. Fé, a mindenit. Azért végül csak elkészültek. Egészen csinosak. Pihenjünk egy kicsit a kupacunknál, mielőtt folytatjuk a munkát. Ígyünk egy teát, rágjunk egy kis sütit, vagy valami efféle. Ezzel a többiek is lelkesen egyetértettek. Ebben a pillanatban, mint egy varázsütésre, ismét hatalmas szélvihar került. Ennek is nagyon sietős lehetett a dolga. Gyerekek, rám is varhattátok néhány levelet, ha időtök engedi. Mondta nevetgélve a beszélő fatuskó. A leveleink. A teringettét.
mondta Titusz, mert ennél éppen nem jutott jobb az eszébe. Most mit tegyünk? Kezdjük előről az egészet. Hogy... Aztán jöjjön egy újabb szél, és megint elfújja a leveleket. Talán megkérhetnénk őket, hogy ne csináljanak többet ilyet. Írjunk nekik falevélre, abból igazán nincs hiány. Akár kezdhetjük is. Keressünk szép nagy faleveleket. Na de mennyit? Összesen hány szélnek is kell levelet írnunk? Lássuk csak! Van az a szél, amelyik lefújja a kalapomat. Meg van az a másik, amelyik a fűszálakat táncoltatja. Aztán amelyiktől kipirosodik az orrunk. És amelyik megteszi a hátunkat szögdécselésre. Egy másik pedig összekolcolja a frizuránkat. És ott van az, amelyiktől borzong a tokánk. Gyerekek, ez eddig csak hat. Ja, meg még van az a szél is, amelyik... Fütyül mindenre, kiáltotta Fityirc, aki eddig valami máson töprengett. Az összesen hét! Összegezte a hallottakat Béla bá. A kuflik kerestek hét nagyobbacska falevelet, majd mindegyikük elővette a zsebtöltő tollát, és nekiállt a levélírásnak. Volt, aki szép, hosszú levelet írt, volt, aki egészen rövidet, mert csak három betűt ismert az ABC-ből, és olyan is volt, aki inkább rajzolt. Na jó, de most hogyan küldjük el a leveleinket? Kérjük meg a következő erre járó szelet, hogy legyen a postásunk, és vigye magával őket. Szélposta! Ez aztán igazán eredeti ötlet. Nem kellett sokat várniuk. Hamarosan táncolni kezdtek körülöttük a fűszálak, majd a szél kikapta a kuflik kezéből a faleveleket, és már repült is velük tovább. Kíváncsi vagyok, célba érnek-e a leveleink? Amíg kiderül, ígyunk egy ormogyó teát. Ez az! Kiáltottak a többiek, hiszen nincs is annál jobb egy ilyen szeles őszi napon. Merre jártok, kuflik? Egyik délután Fityirc a hasán hevert pár zebrapitypang árnyékában, mint egy sziesztázó kavicskukac. Nem is tudom, sóhajtotta. Mit nem tudsz? Kérdezte Valér, aki szintén ott volt, csak nem látszott a nagyra nőtt fűben. Itt van ez a kellemes rét. Vajon akad-e még olyan dolog, amit nem csináltunk itt sohasem? Elég sok mindent csináltunk már, amióta itt lakunk. Na jó, de mi az, amit is soha? Vacsoska kergetős. Dugta ki fejét egy bokor mögül zödön. Olyan nincs is! Kár! Mondta, és eltűnt a levelek között. Próbáltatok már eltévedni? Kérdezte ekkor egy pókcsibe. Eltévedni? Nem, azt még soha. De azt hogyan kell? Semmiség, csak rossz irányba kell indulnod, és közben azt kell hinned, hogy jó irányba mész. És ez lehet szándékosan is? Én mindig véletlenül szoktam. De biztos lehet úgy is. Vonta meg a vállát a pókcsibe. Azonnal próbáljuk ki! Szökkent fel Valé. Rendben! Csak először találjuk ki, hogy hova ne találjunk oda. Legyen a kupacunk! Tehát az itt van egész közel. Mutatott a hátuk mögé a pókcsibe. Majd direkt ellenkező irányba indulunk, úgy biztos sikerülni fog. A két kufli búcsút vett a pókcsibétől, és szögdécselve elindult. Hova mentek? Eltévedni! Jó, de aztán gyertek haza. Mondta zödön, és csámcsogva a szájába tömött valamit. Az égen bodros felhők kergették egymást. Mindenfelé szerény kinézetű réti virágok illegették magukat a fűben, vagyis teljesen átlagos nyári délután volt. Menjünk arra! Az pontban másfelé van, mint a kupacunk! Mutatott egy majompat a bokorra Fityirc. Csodás gondolat! Miután odaértek és megkerülték a bokrot, a csőkukacok rétjén találták magukat. Itt balra kéne kanyarodnunk a kupac felé, úgyhogy menjünk jobbra! Így is tettek.
Rövid szögdécselés után a vadradír cseréjéknél találták magukat. Milyen ismerős! Menjünk inkább arra! Vakarta a fejét Fityirt. A csalóka csalitos! Ez nem rossz! Így gyakran összekeveredik az MR-re, meg az amarra, úgyhogy könnyű eltévedni benne. Én is ebben bízom, bólintott Fityirc. Egy darabig össze-vissza bókláztak a sűrű bokrok között. Végül doktor Furcsa bakancsházánál bukkantak ki. Mi csak, uflik? Csak nem zsibbad az ugró dudorodok? Szerencsére nem! Eltévedni próbálunk, csak sehogy sem sikerül. Ritka eset. Becsukott szemmel próbáltátok már? A kuflik a fejüket rázták. Kössétek be a szemeteket, ha nem látjátok, merre mentek, sokkal könnyebben el tudtok tévedni. Köszönjük! Jó ötletnek tűnik, mondta Valér, majd a szemük elé kötötték a kendőket. Most merre? Kezdjünk el ugrálni egyenesen az orrunk után. Így is tettek. Valér néhány ugrás után nekiment valaminek. Útakadály! Kiáltotta az orrát dörzsölgetve. Erre, ez szabad az út! Kiáltotta Fityirc, ám abban a pillanatban elfogyott ugró dudora alól a föld, és eltűnt egy árokban. Te meg mit keresel itt? Kérdezte egy lábas csigától. Lássuk csak. Hűselök, de te mi áradban vagy errefelé? Próbálok eltévedni, de úgy tűnik, sajnos hiába. Minden rendben? Velem, igen, de attól tartok, most sem sikerült eléggé eltévednünk. Fityirc kikászálódott az árokból és körülnézett. Hátuk mögött a csalóka csalitos, előttük a jól ismert vadradírbokrok, jobbra, kicsit távolabb a csocsótány létrafája, balra a bujócskázó rét. Reménytelen! Bármerre indulunk, tudjuk, merre kell hazamenni. Akkor játszunk valami más. Például hazamenőset, úgyis közeledik az ebédidő. Jó ötlet! Sziasztok! Ti meg merre jártatok? Eltévedni voltunk. És? Sikerült? Szerinted akkor most itt lennénk? Ki tudja? Lehet, hogy egészen máshova akartatok menni, és csak úgy ide tévedtetek. Hazaérni, mert mégiscsak jobb, mint eltévedni. Csak nem annyira izgalmas. Izgalom éppenséggel itthon is akad, ma zödön főzte az ebédet. Csak nem vacsóskát. Csak nem vacsóskát, annál még az eltévedés is jobb. Azzal felugrottak a fűből, és szélsebes szögdécseléssel eltűntek a kupac tetejéről, mintha sosem lettek volna ott. Kész az ebéd. Jó helyen járok. Ez már a film vége. A kuflik és a vándorkaktusz. Második rész. Jöttek-mentek a percek, poroszkáltak az órák, száguldottak a felhők szélsebesen. Akármeddig boldogan elidőznék nálatok, de folytatnom kell az utam. Vár a nagy világ! De hát még csak ma jöttél! Hiába, zsiborog a tüskeimben, ha mehetnek. Milyen kár. Olyan jókat kirándultunk együtt. Felejthetetlen seták voltak. Udvariaskodott a kaktusz. Hogy tényleg felejthetetlen legyen az együtt töltött idő. Ma este tartsunk egy pazar, búcsünnepség. De jó, még sosem csináltunk olyat.
Egyszer mindent el kell kezdeni. A kuflik kiosztották egymás közt a feladatokat. Titus vállalta a főzést. Valér azt, hogy Szörpnek való gyümölcsöt hoz a rétről. Zödön, hogy a tűzrakáshoz gyűjt száraz ágakat. Pofánka magára vállalta a kupac feldíszítését. Hilda és Béla bá azt, hogy búcsú ajándékot készít a kaktusznak. Fityirc pedig, hát, ő megígérte, hogy majd egész nap távol tartja a hófelhőket. Biztos, hogy ő havazás fenyeget? Sosem lehet tudni. Bármikor ide vetődhet egy eltévedt hófelhő. Vagy egy olyan, amelyik nem ismeri a naptárat. Mondta Fityirc. Csak a vándorkaktusz és a beszélő fatuskó maradt ott a kupac tetején. Csend borult a tájra, mint egy vattával teli kalap. Szívesen veled mennék. Ugyan már! Örülj, hogy ilyen kellemes otthonra találtál. Jó, vagy nem mondom. Nagyon jelzik nekem az árdő. Régen sudarfa voltam a távoli brengetákban. Mi az a brengeteg? Beszélő rengeteg, csak rövidítve. Ott minden fa tudott beszélni. Én talán még az átlagnál is többet. Aztán jött a fafágó, s véget fetett az egésznek. Fafágó? Erősen pozsá volt, azért hívták így. Aztán bosszúból kivágta az egész erdőt. Csicsak! Mirtás lett a brengetekből. Néma írtás, csak brövidítve. Pontosan vág az eszem. Szóval, valahogy mehetek. Semmi akadálya. Én is sóvárgok az erdő után. Nem fognak hiányozni majd a barátaitok. Nagyon is. De az erdő utáni vágyakozás. Mindennél erősebb. A búcsünnepségre néhány rétlakó is eljött, hogy búcsút vegyen a vándorkaktusztól. Bár az is lehet, hogy csak a büfé miatt. A kuflik gondoskodtak róla, hogy minden nagyon ünnepélyes legyen. Béla bá még beszéddel is készült. Hölgyeim és uraim, mélyen tisztelt publikum! Egy nagyon kedves baráttól búcsúzunk ma este. Arutól. Ezt meg hogy érted? Izé, az a helyzet, hogy én és Mohamanyi elmegyünk vele. De hát miért? Nagyon hiányzik nekünk az erdő. Honvágyunk van. Hát. Hümmögtek a kuflik szomorúan, de megértően. Az a fontos, hogy mindig tudjuk, merre tovább. Erről eszükbe jutott az ajándék. Egy zseb eltévedés gátló. Ó, mindig erre vágytam, csak nem tudtam róla. Mondta meghatottan a vándorkaktusz. Kicsit rázós lesz, de mit várjuk egy fapados járattól? Fél fejjel, barátai. Biztos találkozunk még. Vagy igen. Vagy nem. Sóhajtott a pofánka, és egy-egy vadmarcipán magot adott barátainak. Ha elültetitek, a bokrokról majd mindig emlékezni fogtok ránk. A kuflik odafentről nézték, ahogy a vándorkaktusz leereszkedik a kupac oldalán, aztán bőröngyét és a rákötözött fatuskót maga után húzva elindult a látóhatárt petyező kócos bokrok köré.
élvezem. Áj, de szomorú volt ez a rész. Miás lesz. Langyos tavaszi reggel volt. Ha bárki azt gondolná, hogy a kuflik közismert szokásuk szerint tétlenül heverésztek kupacok tetején, az téved. Nem heverésztek, hanem ácsorogtak. Úgy tetszett, várnak valakit. Igazából kire is várunk? Pofánkára. Ez a történet vele kezdődik. Figyeld, mindjárt megérkezik a következő jelenetben. Nézzétek, mit találtam! Kiáltotta már messziről Pofánka. Ez meg micsoda? Nem tudom, de olyan cuki! Ezerszer megbeszéltük, hogy nincs cukizás az elhagyatott réten. Bocs, elfelejtettem. Nem tudjátok, mi lehet ez? Egy eltévedt növendékprém kukac? Egy törpeporsz téli bundában. Inkább egy sörényes bolhanyúl lesz. De dehogy is. Ez nem más, mint egy torkos medvegyék. Tényleg, egy medvegyék. Mi más? De miért torkos? Mert híresen jó az étvágya. De cukm, illetve aranyos, megtartom. Nem jó ötlet. A medvegyik tényleg nagyon falánk állat. De akkor is. Toppantott Pofánka. A te dolgod, hagyta rá Hilda. Nem szólhatunk bele. Brumi lesz a neve. Jaj! Mi a fene ez? Az éhes medvegyik jaj veszékelése. Nem fogjátok elhinni. Brumi megette az összes vadmarcipánomat, és még mindig éhes. Elviszem legelni a rétre. Mintha nagyobb lenne ez az izé, mint reggel volt. A kölyök medvegyikok rendkívül gyorsan nőnek. Annyira édes! Pofánka csak alkonyatkor került elő. Képzeljétek! Brumi először vadsóskát evett, aztán vadrépát és vadzabot, utána vadkrumplit, meg egy csomó vadalmát, végül még egy halom vadmarcipánt is. Nekünk azért maradt valami. Hát, nem sok. Beesteledett. A kuflik épp pöckölös bolhapólót játszottak a kupac tövében, amikor ismét felbukkant Pofánka. Van egy kis baj! Brumi megnőtt! Nem félek tőle el az üregemben. Alhatnék ma éjszaka valamelyikőtöknél? Nálam elférsz. Holnap építek Bruminak egy ólat. Másnap reggel kiáltozásra ébredt az elhagyatott rét. Rabló, valaki ellopta a reggelimet. Nekem is. Meg nekem is! Én pedig aludni nem tudtam ettől a rémes nyammogást. Mi történt veled, Brumi? Brumi óriás lett. Ez így nem mehet tovább. Tennünk kell valamit. Gyorsan elővették zsebállat határozóikat. A medvegyék kedvence a ragyás banánfüge. Ragyás banánfüge bokrokat arrafelé találtak. Na jó, de hogy vigyük oda Brumit? Felsük ki zödönt óriás banánfügének, vele talán el tudjuk oda csalogatni. Aztán ott hagyjuk. Biztos nincs más megoldás? Fú, én is pontosan ezt akartam kérdezni. Barátaik szomorúan rázták a fejüket. Pofánka fájó szívvel odaadta nekik a féltve őrzött temperafesték készletét. Micsoda hasonlóság? Zödön nem igazán örült a dicséretnek. Kezdj el sétálni a kupac körül, amikor Brumi észrevesz, szögdécselj a bokrok felé. Zödön megpróbált úgy tenni, mint egy sétáló ragyás banánfüge. Elindult a banánbokrok felé, Brumi a nyomában, a kufliknek követték őket. Szerencsére túl kövér, hogy utolérje. Amikor a bokrokhoz értek, Zödön elbújt, Brumi meg rávetette magát a gyümölcsökre.
Gyorsan, lépjünk le! Nem lesz szomorú, amikor észreveszi? Őt egyedül a hasa érdekli. Pofánka nagyot sóhajtott, aztán a többiek után osolt. Ez izgalmas volt? Biztos nem fog visszajönni. A medvegyíkok mindenre csak egyik kevéstől a másikig emlékeznek. Nekem azért hiányozni fog. Majd találsz magadnak másik kedvencet. Valami egészen kicsit, ami keveset eszik. Akkor az nem zödön lesz? Ezt most megbánod. Kiáltott a zödön, és kergetni kezdte fityércet a kupac tetején. A többiek nevetve nézték őket. Ettől Pofánka is jobb kedve derült. Eszébe jutott, hogy Brumi mindenkinek megette a reggelét. Arra gondolt, hogy majd szerez nekik valami más ennivalót. Szerinted jó vége lett ennek a történetnek? Nem tudom, én csak most érkeztem. Egyenesen arra van a film vége. Na, könnyű azt mondani. Béla bá távcsöve. Egy pompás nyári reggelen Béla bá kupac tetején nézelődve észrevett valamit a távolban. Elővette hát a zsebtávcsövét. Béla bá távcsöve. De hát ezt már mondtam az előbb. Na mindegy. Igen ám, csak hogy amint Béla bá a szeméhez illesztette a távcsövet, az üvege kiesett és elgurult a fűben. Amanórunk, ja meg! Bosszankodott Béla bá. Mit csinálsz? Mi történt? Valér odaugrált, hogy segítsen. Régi darab már! Még az öreg apámtól kaptam ajándékba, pendelyes kuflikoromban. Elveszett belőle egy csavar, állapította meg Valér. Csak hogy ilyen csavar nem terem minden bokorban. Mi a csavar? Kérdezte Fityirc. Ilyen régi módi csavar még ott sem, rázta meg a fejét Valér. Efféle holmikat a csocsótánynál érdemes keresni. Szólt közbe egy arra kódorgó, grabancos baflag. Hol lakik az az illető? Kérdezték tőle a kuflik. Rövid sétára minden. Mutatott egy karcsú létra fára a baflag. Néha az az érzésem, hogy valaki kitalálja ide ezeket a furcsa lényeket. Ingatta a fejét Valér, miközben leszögdécseltek a kupac oldalán. Ki tudja? Lehet, hogy minket itt csak kitaláltak ide, mondta Fityirc. Micsoda badarság! Kitalált kuflik, hogy szögdécselhetnének egy igazi réten? Nevetgélt Béla bá. Még tovább is beszélgettek volna, de közben odaértek a létrafához. Kicsit furcsán néz ki, de könnyű felmászni rajta, mondta Valér, mikor felpillantott a fára. Ó, ezek a fiatalok! Rövid kapaszkodás után ott is voltak a csocsótány példátlanul rendetlen fészkében. Mi kéne volna? Kérdezte tőlük a borostás bogár. Egy idevaló csavart keresünk, mutatta Valér Béla bá öreg távcsövét. Csáros kérdés! Dünnyögött a csocsótány. Van egy lomozom tele picnikkel, sróflikkel, csavarokkal, meg zimmentyűkkel. Turkáljatok benne, hát találtok valamit. De ott sincs, nézzetek körül a tokmány a peckek és flaknik között. Egy ilyen apró holmi bárhol elkeveredhet. Még sok ilyen szép szót tudsz? A szép szavakat ott külön gyűjtöm, mutatott egy viharvert fiókos szekrényre a bogár. És ez itt? Az egy régi típusú egyszerre néző. Ha felveszed, egyszerre látod, ami volt, ami van, és ami lesz. Kipróbálhatom?
persze. De csak óvatosan. Valéra fejére húzta az ütött kopott szerkezetet. Fú, mekkora összevisszaság! Véletlenül nem láttad a jövőben, hogy megtaláljuk-e a csavart? Kérdezte Béla bá. Csak Zödönt láttam felbukkanni egy pillanatra. Én is kipróbálom. Képzeljétek! Azt hiszem, láttam, hová tűnt a távcsövem csavarja. Valószínűleg Zödön ette meg a vacsóskával együtt. Akkor végképp búcsút vehetünk tőle. Az nem biztos. Lehet, hogy megakadt a torkán, és ezért turkált olyan nagyon a szájában. Menjünk haza gyorsan. Jó, de majd máskor vissza szeretnék jönni ide. Mindig megtaláltok itt. Kivéve szerdánként. Olyankor csocsózni járok a focincérekkel. Mondta a bogár. Mikor hazaértek, a többieket ott találták a kupac tetején. Valami beszorult Zödön foga közé. Talán egy csont? A vacsóskának nincs egy csontja. Azt mondja, hogy a vacsóskának nincs is csontja. Fordította Hilda. Ha idehajolsz, megnézem, mi az. Zödön nagy nehezen kirángatta a kezét a szájából, és lehajolt Valérhoz. Rögtön gondoltam. Kiáltotta Valér rövid nézelődés után, és egy apró csavart piszkált ki Zödön foga közül. De jó, hogy meglett! Akkor játszhatnánk is vele egy távbújócskát. Mi elszögdécselünk jó messzire a réten, te pedig megkeresel minket a távcsöveddel. Remek ötlet! Ingatta a fejét mosolyogva Béla bá. Aztán szeméhez illesztette a távcsövét, és fürkészni kezdte az elhagyatott rét, bokrokkal pettyezett végtelenét. Ha nem lennének, tényleg ki kellene találni őket?